megerősödését és megerősítését szolgálja. Az MDF egy olyan kapcsolatot törekszik a civil szervezetekkel, ahol nem a civil egyesületek viszik az MDF-nek a zászlaját, hanem az MDF viszi a civilekét. Az év végén Magyarországon egy lényeges adótörvény módosításra került sor. Ebben az adótörvény módosításban módosította az országgyűlés a cégautókról szóló adózásnak a rendjét. Ennek értelmében minimum 7000, maximum 15000 forint adót köteles fizetni mindenki Magyarországon, akinek cégautója van. A cégautó kategóriában a társadalmi szervezetnek az autói is beletartoznak. Ezek az egyesületek, amelyek Magyarországon olyan munkát végeznek, hogy az államtól vállalnak át feladatokat. Több ezer olyan egyesület van Magyarországon, amelyek viszont kicsik és nem rendelkeznek saját bevétellel, viszont nagyon fontos tevékenységet folytatnak. Ezen egyesületeknek jelent problémát az, hogy rájuk is vonatkozik a cégadó törvény. Nagyon fontos dolog az, hogyha ezek az egyesületek bármilyen költséget, tehát például egy autópálya matrica díjat el fognak számolni, akkor például a konferenciáikra érkező számára is kifizetett úti költség után ki kellene fizetniük a cégadót, hiszen aznapra a törvény értelmezése értelmében ők arra a hónapra adókötelessé válnának. Erre az állapotra erősített rá az, hogy Juhász Zoltán elnökségi taktársam, aki majd el fogja mondani, hogy abban a régióban, ahol él, mit tapasztalt, és milyen információkat kapott az elmúlt hetekben, egyértelműen érezhető volt, hogy ennek a törvényen módosításra volna szükség. Ezt a módosítást az MDF képviselőcsoportja a mai napon benyújtja. A módosításnak az a lényege, hogy azok a szervezetek, amelyek előző évben nem rendelkeznek vállalkozói adó bevétellel, tehát nem folytattak vállalkozást, ezen szervezetek menetesüljenek a cégadó befizetése alól. Megkérem Juhász Zoltán, hogy akkor ismertesse, hogy az ő régiójában mit tapasztalt. Észak-alföldi régióból több polgárlat szervezet képviselője keresett meg, és a törvény hatályba lépése után kilátásba helyezték azt, hogy egyszerűen nem tudnak működni. Adományokból tengetik a mindennapjaikat, nagyon komoly feladatokat látnak el. Ugye ebben a régióban, ahol egyre fontosabb szerepet a polgárőrségnek, és egyre szegényebbek az emberek, egyre több munkájuk lesz, nem megengedhető, hogy ezek a szervezetek elhetetlenül. Ezért, ha nem változik a törvény, és a minimális adományokból nekik adót, még cégautót kell fizetni, akkor egyszerűen nem tudnak működni. Tárgyaltunk vezetőkkel is, polgárvezetőkkel is, tehát nyugodtan ki lehet jelenteni azt, hogy ez országos tendencia, és nem látja senki a kiutat, mindenki az önkormányzatokhoz fordul, több pénzért, több támogatásért, viszont ellenmondás a helyzeten ott a tavalyitól is kevesebb támogatást fognak tudni kapni a további szervezetek. Magyarul az MDF nem szeretné azt, hogy ezen a területen később probléma legyen, ezért is kezdődik ezt a törvénymódosítását. Köszönjük szépen, és akkor amennyiben van kérdés, akkor szívesen válaszolunk rá. Ha nincs, akkor köszönjük a szépen, hogy kívánok.